Sziasztok! Megpróbálok valami életkedvet erőltetni magamban, mert egyszerűen annyira kába vagyok. Teljesen ilyen ködös a fejem, és állva el tudnék aludni. Itt vártam most már órákat, hogy felvegyem ezt a videót, hogy valamennyire motiváltabb legyek, de egyszerűen nem megy, úgyhogy próbáljuk meg így, de nem tudom megígérni, hogy ez a legérdekesebb videóm lesz, mert biztos, hogy nem. Ez egyrésztről nyilván annak köszönhető, hogy most csinálom ezt a diétát a tükrözés előtt, és már nagyon kijön rajtam a vitaminhiány is, meg a kávé hiánya is, mert most van vasárnap, és csütörtök óta nem ittam kávét. De biztos, hogy más oka is van, mert egyébként is eléggé ilyen ködös szokott lenni a fejem, de ez most nagyon durva. A legutóbbi videómat szombaton forgattam, mivel vasárnap nagy programom volt, így a szombatot sem láttátok teljesen, tehát elmondom az egészet, már nem emlékszem, hogy mennyit mondtam belőle. Reggelire mákosgúba maradékot ettem, illetve egy teljes kávét ittam. Utána elmentünk a Kevin szüleihez, és az anyukája csinált steaket, hát ilyen nagyon kis pici darabot ettem, illetve volt hozzá tönkőtészta és saláta. Aztán ettünk egy fagyit is. Na most, ahogy erről beszélek, szerintem én ezt mondtam már az előző videóban. Minden esetre ott volt valami vegán fagyi, ami nem cukormentes, csak annyi, hogy vegán, és abból ettem egy kicsit. Aztán, amikor hazaértem, akkor nem voltam túl éhes, úgyhogy csak a mákos gubának ettem a maradékát. Napközben egyébként tök jó voltam, nem puffadtam. Egy picit fájt a jobb oldalam, de nem túl erősen, és 2 órát sétáltam egész nap mindent összevetve, illetve 1/2 órát úsztam. Vasárnap nagyon nagyot kirándultunk, egész nap a melegben, és olyan brutál meleg volt, minimum 5 órát sétáltunk a tűző napon, úgyhogy nagyon kivoltam. Reggelire egy meleg szendvicset ettem, aztán ott napközben egy ilyen rántott húsos salátát, utána voltunk egy talán félig magyar helyen, Burgenlandban, és hortobágyi palacsintát ettem. Ez most sajnos nem volt annyira jó, mint legutóbb, most valahogy nagyon-nagyon sósa sikerült nekik, úgyhogy annyira nem élveztem. Úgy terveztem, hogy esetleg elviszek egy adagot, hogy másnap az legyen az ebédem, de hát így nem hoztam inkább. És elfeleztünk ketten egy somlói galuskát, tehát abból ettem egy 1/2 adagot. Itt egyébként útközben valami teljesen véletlenszerű helyen egy ilyen kis kioszban találtunk pogácsát, úgyhogy én nem bírtam ki, hogy ne vegyek. Ez ilyen töpörtyűs pogácsa volt mondjuk. Azt ettem másnap reggel, tehát hétfőn reggelire. Ebédre curry volt, ha jól emlékszem, ez még az előző főzésből volt maradék, ez már a nagyon vége volt. Vacsorára egy kis adag salátát ettem avokádóval és citromlével, és utána pedig ettem chipset, ami nyilván nem előnyös, de én aznap úgy voltam vele, hogy mindenre magasról teszek. Ekkor volt az, hogy elmentem a nőgyógyászhoz ismét, mert a tükrözésnél megbeszéltük az orvossal, hogy azért ezt meg kéne nézetni még egyszer nőgyógyászati oldalról is, hogy biztos nem ez a gond, és ezért visszamentem hozzá, de hát ez az orvos, én ehhez többet nem megyek, pedig eddig nem volt vele nagy bajom. Mondjuk eddig tényleg mindig csak a rutin vizsgálatokra mentem hozzá évente, és annyi, hogy megvizsgált, jó, nem volt kellemes, egy picit azért fájt, de ki lehetett bírni, hát 3 perc alatt kint is voltam. De most, amikor úgy megy hozzá az ember, hogy probléma van, és csak azt tudta hajtogatni, hogy hát én itt voltam februárban, és akkor minden jó volt, akkor most miért lehetne probléma, biztos, hogy semmi nincs. Azért ne így álljon már hozzá, és akkor ilyen nagyon muszájból megvizsgált, de hát de nézd meg, itt semmi nincsen, hát minden rendben van. És amiközben vizsgált, úgy megnyomta a hasamat, hogy azt hittem, becsinálok, úgy fájt, és így milyen fáj, hát mondom, igen, de lehet, hogy túl érzékeny vagyok, mert egyébként eléggé érzékeny vagyok, de azért ez így nagyon nem jó. És akkor ilyen tökre lekezelő volt, úgyhogy én nem tudom, másik orvos kell, hogy keressek, mert hozzám nem akarok még egyszer visszamenni. És utána még órákig fájt, hogy így megnyomkodott, úgyhogy úgy voltam vele, hogy én nem érlek el, és akkor chipset akartam menni, kicsit jobban érzem magam. Azért nem egyszerűek ezek az orvosos dolgok, tehát látjátok, hogy itt Ausztriában sincsen kolbászból a kerítés, tehát itt is van egy csomó olyan kókler orvos, hogy hihetetlen. Na, kedden megint meleg szendvicset ettem reggelire, aztán 10 óraira almát. Kevin főzött ilyen paradicsommentes csilit, hogy hát ha attól nem ég a gyomrom. Egyébként egy ideig jó volt, de azért annyira tökéletes az sem volt, pedig nem volt túl csípős.
Ettem még két szelet rostkenyeret rajta padlizsános krémmel, viszont ennek a nagy részét nem ettem meg, mert nagyon megkeményedett. Illetve ettem görögdinnyét is, és megkóstoltam ezt a Magnum karamellás jégkrémet, ezt az újat, ami szerintem nagyon finom, úgyhogy vigyáznom kell, hogy ne egyek belőle túl sokat, mert tényleg jó íze van nagyon. Szerdán sima kenyeret ettem, ilyen napraforgó magosat, ami nem teljes kiölésű vagy bármi. Ez vajjal, illetve egy részét szilites eperlekvárral, amit én csináltam. Ugyanebből a kenyérből volt még egy szendvics, ugyanilyen padlizsánkrémmel, mint előző nap. Ebédre megint a Kevin chilije volt, aztán délután átmentünk egy barátunkhoz grillezni, és ott ettem ilyen csirke mellett salátát, rizst, ez nagyon-nagyon finom volt, a csirke mellett valami olyan pác volt, ilyen kólás, mézes, ilyen brutál nem egészséges, de nagyon-nagyon finom volt. Napközben itt egyébként megint volt jobboldali szúrófájdalmam, és tök érdekes, hogy mostanában meg a jobb oldal fájt jobban, de előtte meg inkább a bal oldal, tehát hogy ilyen annyira random, nem tudom. Csütörtökön megint ilyen napraforgómagos kenyeret ettem, szilites eperlekvárral, és ilyen padlizsámos krémmel is. Aztán aznap volt az, hogy be akartam vinni magammal kaját, ami megromlott itt, úgyhogy kénytelen voltam a vésztartalékomhoz nyúlni, ami pedig ilyen instant leves volt. Este pedig barátom hozott a Hard Rock Caféból ilyen csirkeszárnyat, illetve ilyen panírozott csirkemell darabkákat, úgyhogy abból ettem egy párat. Pénteken úgy ébredtem, hogy hú, de jól érzem magam, tiszta, vékonynak is tűnök, abszolút nem puffadok, olyan büszke voltam magamra, tök jó hangulatban voltam, és délután mentem a házi orvoshoz vissza, hogy megbeszéljük a vérvétel eredményeit. Egyébként nem volt semmi túl rossz, egy-két dolog volt azért megcsillagozva, de ilyen nagyon éppen, hogy a határon. Most nem is emlékszem, hogy mik voltak ezek, de nem volt annyira semmi, tehát ő azokat nem is említette, úgy volt vele minden, ahogy jó, ez is jó, ez is jó. Viszont beszólt a házi orvos, hogy olyan nagy lett a hasad, hogy terhesnek nézel ki. És mondtam neki, hogy igen, én mindig terhesnek nézek ki, mert annyira puffadok, és pont ezért vagyok itt. Hát de hogy neki ez nem tetszik, hát ezt mindenképpen nézzünk bele, hát mondom, igen, azért megyek tükrözésre, meg már megnéztük tavaly a laktózintoleranciát, a gluténintoleranciát, a fruktózt. Mondom, az orvosok is valahogy meg vannak kergőve teljesen, tehát ő se tudta már, hogy mi van. De ilyet, hogy pont aznap szól be, amikor egyébként úgy ébredtem, hogy hú, de jól nézek ki, és tiszta lapos a hasam, meg konkrétan laposnak tűnt a hasam reggel, ami azért nem mindig van így, meg úgy napközben sem puffadtam. És pont ilyenkor szól be. Aznap megint ilyen napraforgó magos kenyeret ettem, szilites eperlekvárral, megint a Kevin chiliét, de most csak fél adag sikerült belőle. Aztán vacsorára egy hamburgert ettem, egy ilyen helyről elhoztam, és megint ettem egy Magnum fagyit, úgyhogy ez megint nem volt túl jó nap. De egyébként most jött meg, tehát ez az egész héten így nagyon éreztem a PMS-t, és azért is ettem össze ennyi mindent, meg hát ideges is voltam, meg minden bajom volt. Nem kifogás, de mindegy, egy csomó mindent összeettem megint, ahogy szoktam. Szombaton még szintén egy kicsit így összeettem dolgokat, megint ezt a baót ettük, amit már mutattam nektek, ez az ázsiai burger kvázi, és édesburgonya chipset, aztán annyira kába voltam, tehát ez pont ugyanígy egy hete volt az, hogy annyira kába voltam, hogy megittam egy energiaitalt, és aztán bealudtam, és felébredtem, és még mindig teljesen kába voltam, és lenyúltam végül a Kevinnek a cukros gabonapelyhét, hogy ez hátha segít, de azután is teljesen kába voltam. Aztán ezen kívül már csak banánt és kesudiót ettem, mert főzni sem volt kedvem, illetve egy óra séta azért összejött aznap. Vasárnap megint két szelet kenyeret ettem, illetve tojásrántottát, paradicsomot, ilyen padlizsános szendvicskrémet és fekete teját mézzel, mert kicsit fájt a torkom. Aztán ebédre risottót csináltam, utána sütöttem sütit, mert el kellett használnom egy pár dolgot. Az ilyen cukros süti volt, tehát itt most nem próbálkoztam cukormentesen, mert úgy voltam vele, hogy majd a Kevin is visz a munkahelyére.
Úgyhogy abból ettem kettőt, illetve csináltam egy ilyen smoothie-t, ami kvázi ilyen mangó koláda, tehát ilyen piña koláda, de nem ananásza, hanem mangóval. Az elég finom volt. Vasárnap egyébként másfél órát sétáltam. Na és akkor jöhet ez a hét. Itt nagyon sokat ettem ebből a kekszből. Hétfőn is azt reggeliztem, igazából egész nap ettem 7 darab ilyen kekszet, úgyhogy elég erős. Ezen kívül ettem joghurtot, illetve fél adag risottót, és egy salátát, ilyen zöldségfasírtal, amit már mutattam nektek, mozzarellával és mentás joghurtos szósszal. Kedden megint volt 4 csokis keksz, illetve ilyen tönkölyveknit ettem sonkával és vajjal. Megint kis adag risotto, megint ettem egy magnumot. Ez most ilyen málnás volt. Ez viszont annyira nem ízlik, úgyhogy ebből tényleg nem kéne rendszert csinálnom. Ha már mindenképp, akkor az a karamellás, de nyilván egyiből sem kellene túl sok. Kedden volt az, hogy elmentünk az Ürgékhez, amit láttatok esetleg az Instagram story-ban, szóval ott nagyon-nagyon sokat sétáltunk, mert Bécsből kisétáltunk Bécsen túlra. Hát egy ilyen 4,5 óra séta volt az egész, mert visszafelé egyébként Uberrel akartunk menni, legalább a város határig, de 2 Uber mondta le, és ott vártunk, és semmi nem történt, és már annyira idegesek voltunk, és tényleg későre is járt már, úgyhogy úgy volt vele, hogy akkor lesétáljuk. És ott sétáltunk a határban konkrétan éjjel, még jó, hogy az utolsó metrót nem késtük le. Szóval eléggé kalandos nap volt, és tényleg nagyon sokat mozogtunk is, úgyhogy nem volt szerintem gáz, hogy ettem egy magnumot, meg elfeleztünk egy ilyen rántott húsos zsemlét, illetve egy csokis croissant, úgyhogy mind a kettőből csak felet ettem. Ezen a nap volt, hogy egy kicsit fájt úgy jobb oldalt az oldalam, de semmi puffadás, meg ilyesmik. Szerdán 2 szelet rost kenyeret ettem vajjal és sonkával, illetve később 2 csokis kekszet is teljes kávéval. Itt volt az, hogy utoljára ittam kávét szerdán, úgyhogy most már nagyon érzem a hiányát. Itt nem írtam föl, hogy mit ettem ebédre, de szinte biztos vagyok benne, hogy risottót, mint az összes többi nap, mert egyszer megfőzök, és utána nem akarok többször főzni, lustaságból inkább azt teszem végig. Aztán, mikor hazaértem, akkor még volt ilyen édeskömény-leves, illetve fokhagymás krumpli krokett, amit a Lidl-ben vettem így a spanyol hét alatt. Igazából úgy voltam vele, hogy most úgyis jó sokáig koplalni fogok, meg nem nagyon fogok érdekes dolgokat enni, úgyhogy legalább akkor így utoljára a pár nap koplalás előtt. Az sem koplalás igazából, mert fehér lisztes dolgokat eszem, tehát kb. Ilyen, jaj, de jó, egy kicsit elszakadok a diétától, de mégis egy csomó mindent nem ehetek, úgyhogy annyira nem vidám. Egyébként itt szerdán megint felfújódtam, és nem voltam annyira jól, de fájdalmam nem voltak, csak tényleg így éreztem, hogy felfújódok, mint valami lufi. Csütörtökön már így félig meddig elkezdtem a diétát, azért félig meddig, mert még ami volt egy kevés maradék risottom, azt még megettem ebédre, de azt leszámítva már teljesen diéta barát módon ettem. Reggelire 4 bagettet ettem vajkrémmel és sonkával, aztán 360 g ilyen, hát ezt nálunk úgy mondják, hogy apfel mango mousse, ez kb. Ilyen alma szósz, illetve alma mangó szósz. Ezt még fogjátok látni most nálam egy ideig. Aztán volt natur joghurt, ez egy ilyen körülbelül 100-150 g. Ugye maradék risotto, és ennek megint nem tudom a magyar nevét, mi úgy hívjuk, hogy milkbrötchen. Hát ez ilyen teljes kifli, de hát ami nálunk teljes kifli, meg ami itt, az tök más. Ez kicsit olyan, mint ezek a nagyon puha croissantok. Hát ilyen abszolút puha, briós szerűség, de a briós is nálunk tök más. Kalács, mondjuk a kalácshoz van a legközelebb. Szóval olyat ettem, és ezt nagyon sokat fogjátok most látni, úgyhogy inkább csak milkbrötchennek fogom hívni, mert nekem egyszerűbb. Abból ettem 2, és este pedig zsemlét avokádókrémmel és sonkával. Ezt nem mondanám annyira mozgásnak, vagyis hát mozgás csak nem a fogyásért, hanem éreztem, hogy most már nagyon sokat ültem megint, és nagyon rám félne megint a torna, úgyhogy csináltam egy ilyen csípőtornát, az mondjuk eléggé beírik egy ilyen popsi edzésnek is, majd beírom a leírásban linkeket, hogy melyikeket tornáztam.
Szóval volt a csípőtorna, a nyaktorna, illetve ilyen fejtartás, korrekció, fejfájásra. Ezek tényleg nagyon jók, nektek is tudom ajánlani. Július 2-án pénteken megint ilyen milkprőtjén tettem vajjal, illetve egy darabot baracklekvárral. Ez is elő volt írva a diétánál, hogy lehet enni ilyen baracklekvárt, ami nagyon át van passzírozva, úgyhogy ez most ilyen cukros, bár csökkentett cukortartalommal. De ez most nem olyan, amit én csináltam, most semmilyen édesítőszert nem ettem, hogy nehogy attól fújódjak fel. Aztán ettem még egy zsemlét vajjal, sonkával, sajttal és egy almaszószt, hát ezt a mangós almaszószt, igazából nem sokat ettem pénteken. Nem nagyon volt kedvem, akkor megint a bal oldalam fájogatott, így a változatosság kedvéért. És egy picit úgy felfújódtam megint, de ez most nem fáj, csak úgy egy picit, nem túl erősen. Szombaton megint zsemlével indítottam, vajjal és sonkával, zöld teával. Itt előre megfőztem, mert elmentünk az állatkertbe. Ilyen krumplipürét csináltam csirkemellel, ilyen nagyon-nagyon nató csirkemell, tehát hogy sóbors volt rajta, és így ennyi. Azt hittem, hogy nagyon unalmas lesz, de annyira nem volt borzalmas, ahogy elképzeltem, igazából elég finom volt. Aztán még szintén útközben ettem ismét ilyen milkprőtjent baracklekvárral. Ezen a napon megint nem sokat ettem, de úgy nem igazán kívántam, meg nem voltam éhes, így tök jól el voltam. Itt megint ilyen 2 plusz 1 órát sétáltunk, tehát nem 3 órát egyben, hanem ilyen 2 plusz 1-et. Ahol kirándultunk, volt egy motorik park is, ezt nem tudom, hogy magyarul is így hívják-e. Tudjátok, ez a játszótér kb. Felnőtteknek. Ilyen kinti edzőterem, és ott is edzettünk egy kicsit, de ezt nem mondanám túl komolynak, hát körülbelül ilyen 20 percet maradtunk. Na ez volt ez a hét, és hát szerintem elmondom a mai napot is, mert nem hiszem, hogy túl sok minden fog ma már történni. Most vasárnap van. Reggelit azt kihagytam, mert nem voltam éhes, és egyből a krumplipürével, illetve a csirkemellel indítottam. Aztán ettem 2 milkprőtjent ismét. És most fogok még sütőtök krémlevest főzni, hogy még valamit vacsorázzak. Illetve a diéta leírásában az is benne van, hogy palacsintát lehet enni. Ilyen baracklekvárral, úgyhogy lehet, hogy még azt is megkockáztatom, de nem biztos, hogy azt már sikerül ma még csinálnom. Úgyhogy ennyi a terv, aztán holnap felkelek. Még ehetek joghurtot almaszósszal reggel, aztán délben ehetek üres zöldséglevest, tehát ilyen abszolút leszűrt zöldséglevest, és utána koplalás van, utána csak vizet. Aztán nem is tudom most hirtelen, hogy este hány óráig ihatok vizet, de következő reggel, amikor a tükrözés van, akkor már vizet sem ihatok, úgyhogy nem lesz egyszerű, nem biztos, hogy most tudok mindent posztolni nektek, mert kába leszek, még kábán, mint most. Na, de majd következő héten megint megbeszéljük, hogy miket ettem, hogy éreztem magam, meg egyáltalán milyen volt ez az egész tükrözés. Hát bevallom, félek azért tőle, de most már jó lenne túl lenni rajta, tudni, hogy mi van, van-e valami. Na, majd beszámolok nektek úgy is. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!